tőled, mint egykori vízilabdástól nem áll messze a strand és a homok, de hát itt fociznak a gyerekek, hogy tudod ezt összeilleszteni? Az első rúgásom az fölé ment, utána kézzel próbálkoztam, az gól lett, azért megnyugtatok mindenkit, de inkább magamat. Azért nagyon nehéz ez a strandfoci műfaj, ráadásul ez a magából abból adódik, hogy süpped a homok, és sokkal nehezebb futni, és ott a labdát is kezelni, szóval azért több levegőben lévő labda technikai dolog kell hozzá. Én nagyon örülök neki, mert látszik, hogy a srácok élvezik, és hogy már ők élvezik, akkor itt biztos, hogy jó kis mérkőzések lesznek. Pécset és Magyarországon a strandfoci nem az az igazán elterjedt sportág. Mennyire voltak kaphatóak, mennyire voltak vállalkozó szelleműek a játékosok? A játékosok abszolút, mert nagyon érdekelte őket. Ráadásul én úgy gondolom, azért ez feltörekvő tendenciát mutat. A nyár időszakában az egy jó időtöltés, ráadásul, hogy rendezvényel együtt van összekapcsolva, és lejátszák a mérkőzést a csapatok, utána meg is nézhetik a Európa-bajnoki mérkőzéseket. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és hát rengeteg munkával járt, hogy így összejöjjön erre az időszakra, mert amit a alpolgármester úr Csizi Péter is említett, hogy 12 majdnem egy tucatnyi cégnek az adományából és szponzori pénzeiből ennek a költségeit fedeztük, és nagyon fontos volt az, hogy a hét elején borzasztó időjárás volt, akkor azért nagyon fájt a fejünk, hogy egyáltalán hogy fog ide kerülni ez az 600 tonna homok, de megoldottuk, és tegnap már birtokba vették az iskolások, és örömmel tapasztaltuk, hogy jól érzik magukat. Akkor itt Kertvárosban, a nevelési központban egyfajta szurkolói sarok lesz az Európa-bajnokság alatt, a labdarúgó Európa-bajnokság alatt, és az olimpia alatt is? Igen, ez egy hosszú rendezvény lesz az Európa-bajnokság alatt, ahogy említetted, és az olimpia alatt is megtekinthetőek lesznek ezek a sportesemények. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, ingyenes dologról van szó, és nem csak ételeket, italokat fogyaszthatnak, hanem nagyon jó mérkőzéseket is láthatnak a kivetítőn és a helyszínen is. És reméljük, hogy az olimpián pedig minél több magyar sikert. Az természetes.